Jöhet Charlie kirúgása. Visszafejelt labda. Ez egy jó indítás. Jön a hosszú oldalra a beadás, de nem. Sárdinak a rövid saroknál kellett beleboxolni a labdába, mert nagyon veszélyesen csapódott lefelé. Gálfi Zoltán. Jó kísérlete volt ez. Gunter. Lerázza Farkast. Lövést etett labda. Ott a lövés, és Sárdinak kellett nagyot védeni. Gálfi Zoltán lövését tette ártalmatlanná. Dob se fejelte vissza a labdát. Német Kornél hátrafelé. Hunter fejel. És ő indíthatja a játékostársát. Egy nagyon jó labda. Molnár Marcell megint lerázza az őrzőjét. Jó a visszagorított labda, ott a lövés, és bent van a Veszprém első gólja, Szabó Bence a szerzője az első félidő 9. percében. Vas, rossz a passza. Ez az indítás Domjáné és a kijövő kapusé Kis Tamásé, de ő meg elpasszolta szerencséjére a tihanyi játékosnak a kivitelezése az nem volt jó, de a gondolat az igen, ahogy időben jönnek előrébb a meccsek, ugye, úgy még kisebb az esélye, hogy kiérjenek ide a nézők pénteken. Hát nem tudom, lehet, hogy ez is Szabó Bence volt, mindenesetre Sárdi kivetődött, de megszületett a második veszprémi gól is. Na, kialakulóban egy tihanyi támadás, nagyon jó idáig, ez a cselis gólhelyzet, és ott a gól bizony, nagyon szép találatot szerzett Nemes Adrián. 2-1-re szép itt a tihany ebben a gyönyörű vendéggóllal. Nemes több cselt is megcsinált, tisztára játszotta magát, és úgy gurította a labdát Kis Tamás hálójába. Nyilván az őszi szezon végén át kell mindent alaposan beszélni, hiszen az osztályozó, amennyiben oda jut a Veszprém, az egy másik kávéház, ezt láthattuk legutóbb is a Füredeger összecsapásban, de most nézzük a tihanyiak újabb akcióját. És az utolsó pillanatban Domján oda tudott piszkálni a gólszerző Nemes Ádámnak, aki már arra törekedett, hogy kiegyenlítse csapata hátrányát, hiszen 2-1-re vezet a Veszprém az első félidőben, és már nem is ismétlem, hogy mi következik. A kérdés az az, hogy lesz-e belőle valami, legalább egy olyan, hogy lepattanjon a labda, vagy veszélyesen legyen. Na, ez jó. És ott a csúsztatás, és ott a gól. Bizony, bizony. Ugye, hogyha egy jól elvégzett szabadrugás van, akkor Horváth Benjamin fejes góla. Ja, de lefújták. Oh. Hát nem tudom, miért fújták le. Fogalmam sincs, hogy miért fújták le. Lehet, hogy les miatt, de... Ez pedig mindjárt egy gólhelyzet az ellenkező oldalon, és ez viszont gól, ezt megadják, Bence János találatát szépen löbbölte be. Hát nem tudom, 3-1 ezzel a Bence góllal, de nem tudom, az a tihanyi gól az miért volt szabálytalan. Fogalmam sincs. Szabó mehet a bal oldalon, középpen várják a labdát, Szabó. 11-est fújnak. És ott egy újabb sárga lap a tihanyi játékosnak. Na nézzük! Molnár Marcell a letett labda mögött, a jogosan megítélt büntetőt végezheti el vele szemben Sárdi.
Jön a lövés, és Sárdi megfogja. Nagyon gyengén, rosszul helyezett labda volt. De mindenképpen dicséri Sárdi Máté teljesítményét, hogy megfogta a büntetőt. Nagy labda a bal oldalra, Szabó, még mindig Szabó, és ott a negyedik. Három gólnál tart Szabó Bence. 4-1. Volt egy érdekes forduló pontja ennek az első félidőnek, amikor 2-1-nél egy fölévert szabadrugásból a hálóba csúsztatta a labdát Horváth Benjamin, de nagyon úgy tűnt, hogy lesz címén. Ezt nem adták meg a játékvezetők, és abból a szabadrugásból indulva szerezte a harmadik gólját a Veszprém, és utána még kihagyott egy 11-est is. Aztán megszületett a negyedik gól, most meg majdnem ott az ötödik, ha Sárdi nincs résen, és nem üti ki a labdát a léc alól. Dobsa íveli át a bal oldalra. Jó indítás bizony, ott a gólhelyzet, és nagyon keményen belövi Molnár Marcel az ötödik veszprémi gólt, 5-1. Remek volt az indítás, és Molnár Marcel gólra váltotta az ígyszerét. Nemes Gergő nem tudta elfejelni előle a labdát, és abban a pillanatban már 100%-os ígyszerben volt a veszprémiek gyors lábú játékosa, aki megszerezte a Veszprém 5. gólját a Tihany ellen. Klaus húzza vissza a labdát, de majdnem vesztére. Ez egy szép pörgetés, ez is. Mékli, nagy lövés és fölé. Na, hát nagyjából a mérkőzés vége felé az első említésre méltó tihanyi támadás, amit ráadásul lövéssel is fejeztek be a vendégek. De a legnagyobb baj, nagyon kevesen jöttek ki a mai mérkőzésre, és hát most már többen vannak, mint az első fél időben a kezdéskor, mert az a látvány az eléggé elszomorító volt bizony, úgyhogy lehet, hogy mégis felül kéne vizsgálni ezt a pénteki kezdést, de nézzük, hogy ez egy 11-es-szerű dolog volt. Na, és végül ott a gól. Hát lehet, hogy 11-es volt, de lehet, hogy nem. Minden esetre megszületik a 6. gól az utolsó pillanatban.